Tehát nagyon lényeges dolog, hogy a piramis második fakjára a szervezeti ismeretek mellett, a durva grob formájú vezetés elméleti ismeretek mellett megjelenik egy nagyon-nagyon fontos, és erről egyre többet fognak beszélni róla, mert a sportban óriási szerepe van az intuíciónak. Azoknak a döntéseknek, és ebben ez a lényeg, amely a kiművelt emberfő agyán belül gerincvelői készségszintre jutnak, és agyi kontroll, visszajelzés, feedbackkel ellenőrizve, de olyan gyorsan és mélyen születnek, amiből a legjobb megoldást választja ki az agy. Gondoljuk el, hogy egy nő ugrik 60 centit egy lábról, súlypont emelkedés, egy férfi 1 méter 20-at. Amíg esik és emelkedik, az között van 80 centi különbség a férfi javára. Tehát nem véletlenül, hogy a női kézilabdázó nő kapura lövése a kapussal és a védelemmel a holdponttől körül dől el 90%-ba, míg a férfi, annak van még, aki itt esetleg sportban egy kicsit ismerősebb, egy három piruett ugrás, egy három fordulatos ugrás, kérem, az közel 1 másodperc igényel. Most gondoljuk végig, hogy aki 60 cent és a 110 között, az van ugye, 50 centi, meg vissza, ez pont 1 méter. 3 fordulatnyi ideje van egy férfinek, például a kézilabdában több ideje, hogy döntsön játékhelyzetet. Ez óriási különbség, és ezért a holdpont utáni döntések, az indirekt játék, a második szántékú stratégia játékok könnyebbek a férfiaknak, míg a nők ezt pótolják okosan és intelligensen a kollektív játékkal. Tehát nincs ebben probléma. De ez egy más dimenzió. Más dimenzió. Nem lehet férfi és a női kézilabdát azonos szinten említeni erről az oldalról. De ugyanígy vagyunk a döntőképességeinkkel, tehát az intuitív döntéseknél. Az itt lévő embereket megkérnénk, hogy tőlünk függetlenül informatikailag bekamerázott, rólunk mindent tudó rendszerbe beültetnénk, és kiosztanánk egy kártyát. A kártyába kicsit nyerő, nagyot nyerő, kicsit vesztő, nagyot vesztő kártyasorok lennének. És elkezdenénk kártyázni. És érdekes módon a filmfelvétel ellenzése után azt mondja a vezető, hát én ezt nem gondoltam volna. Atya úristen, ilyen kiválasztást? Hát ez a pali, ez a 8.-10. körbe tudja, hogy mit kell csinálni. Matematikailag 60-64 kört kell játszani, hogy mindenki tudja, hogy ki a csit nyer, nagyot nyer, tehát a kézbe tartott kártyából minden relációra fölkészülve azt tudja játszani, hát most a hazárdírozok, most nagyon vesztetek, nem baj, jól állok. Kicsit kell nyernem, de ezt most 20-szor, mert most erősödnöm kell jó döntések alapján. Kérem, van a jó vezetőknek kimérték 8.-10. körben már intuitíven kezd nyerni. A másik még nem is szagolja. 40 körül után kezdi kapizsgálni, hogy mit kéne neki csinálni. Hát ez micsoda különbség az életbe, hogy valaki a 8. körben nyer, a másik meg életében, vagy a 64-ben valahogy oda már nem ér, oda mindig leváltják, mire odaér. Edzőként úgy kirúgják, mint a sic. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az intuíció jelenléte, erősödése, és az a rizikóvállalás, az az egészséges feladatvállalás, amiből kialakul ez a fantasztikus érzete az embernek. Egyébként mondok egy csúnya szót, a sportban úgy hívják, hogy dinamikus sztereotípia. A dinamikus sztereotípia nem más, mint bizonyos készségek, technikai készségek, stratégia és egyéb képességek olyan mélyen rögzülnek gerincvelői szinten, hogy az abból való előhívás gyorsabb, mint amikor az ember a központi idegrendszerből veszi elő a mintát, és ezt ellenőrzi, feedbackkel visszajelzi. Hanem azt csinálja, hogy nagyot ugrik, 3 alternatíva van egy időbe, és ebből 2-t lehet dönteni. Nagyon fontos megint, sportban vett információ, az NBA-be a komputerekkel kivilágítják, hogy az ellenfél milyen taktikai játékokat játszik különböző színűvel, játékfelülete mondjuk épp jeles esetben ezt csinálják, és kiderül, hogy a letakart felületek és az alternatívák x-n-en lévő relációjából egy ember 1,8-et tud egy időegységen földolgozni. Magyarul
a taktikai, stratégiai képzésben egy vezető gyakorlatilag rá kell arra jönnie, hogy két alternatívás a játék, és az idő előadatával tudja a egymásba kapcsolódó lehetőségek szerint helyesen dönteni. Mert egy időben, amit én látok, észlelek, és a periférikus látásommal ide a fejemre egy kamerát raktak, csináltuk, játékszituáció, és kiderül, hogy az edző föntről okosan látja a filmet, ott áll a sarokba. És akkor ide beleáll, egy ekkora pali letakarja az egészet, nem hogy az eget nem látja, nem hogy a sarokba álló egyedül embert. Hát nem is kell vele foglalkozni, ott kell hagyni egyedül, hogy hagy féljen, majd itt megcsinálják a létszámfölényt. Mert ő nem láthatja, hiába van ott. Tehát a döntéseknél vannak olyan területek, amiben a labdajátékoknál, a képzésnél is, ez a vezetésre is, gyakorlatilag 1,8 lehetőségünk van egy adott millisekundumban dönteni. Na most ebből adódóan lépjünk tovább. A döntések minőségénél itt lehet nagyon sok döntési folyamatot, erre most nem kívánok egy külön előadás anyaga. Következő, kérem, a metodológiai színvonala egy vezetőnek, a módszertani színvonala. Ugyanis hihetetlen fontos, hogy akikkel együtt dolgozunk, azokkal a legmagasabban kvalifikált és a legmagasabb szintű módszertani, edzéselméleti, edzésmódszertani, játékmódszertani elemeket, vezetésmódszertani gyakorlatokat hajtsuk végre. Nem mindegy, hogy ez a módszertan, azt mondja a Mocsai Rél előtte, hogy na gyerekek, akkor most 12 tonnát emelünk, jó kis súlyemelés, edzés van, és délután az a négy gyerek az jöjjön le technikai képzésre, hogy egy kicsit kidolgozzuk a súlyemelést a karból, és a harmadik lövés után meghúzódik. Ugyanis az izom feszülése folytán nem elasztikus, a salakanyag miatt és a tapadási helyet séríti az erre odatevők, megrándul a sportoló. Tehát mondja, mester, hát te a második nap után mit akarsz te velem? Hát fogalmad nincs a módszert. Hát most én most nem tudok két hétig játszani, mert te szórakozol vele. Hát ilyen nincsen. Magyarul nem teheted meg azt, hogy módszertanilag nem tudod azt, hogy milyen jellegű problémák vannak. Kérem, pihentetésként elmondom, óriási probléma kezd kialakulni például a mi sportágunkban. Megjöttek a külföldi edzők, spanyolok, stb. Hozzák ide a világhírű játékosokat, megsokszorozzák a költségvetést, csak egy dolog marad el a munka mögött. Eredményesek, jók lesznek addig, amíg az a munka, amit mögé kéne tenni, nem lesz a döntéseiben egy vezetőnek benne. Történetesen minden dobó, rugó és hajító, ütő mozdulat mögött a maximális erő háttér a döntő. Ugyanis a testtel való játék, ütközés, és ezek a hihetetlen exponenciálisan gyorsuló mozdulatokhoz a maximális erő háttér nincs meg, folyamatosan elkezd romlani az eredmény. Most világsztárokkal megjelent a nálunk a funkcionális vezetési stílus, a funkcionális edző, aki nem megy el a súlyemelőbe és kikínozza két óráig a 12 és fél tonnát vagy 15-öt, amiben szubmaximális-maximális, hanem a terembe ment, gumikötélen ugrándozik, tömött labdázik, nagyon jó munkát végez, csak egy idő után el fog menni mögölle a teljesítőképes erő háttere, munka háttere. Hogy mikor, az kérdéses. Láttuk most a Kiel ellen, ugye a Veszprémet, aki látta, nem túl szerencsés, 11 gól mínusz, ami nem nagyon szokott előfordulni nálunk. Nincs mögötte az a maximális erő háttér, ami egy ilyen képességű csapat ellen kell. Itthon meg addig mindenkit legyőztünk, és folyamatosan fogy el az erő háttér. Na, és csak azért mondom, hogy a vezetőnek tudnia kell, hogy módszertanilag mi az, ami hosszantartóan fönntartja ezt a teljesítményt a tervezés során, és mit, mikor kell csinálni. Tehát nagyon lényeges az időrend, az a terv, amiben a makrociklusok, a mikrociklusok, a napi terv, és az évekre egymás épülő munka vezetés elméletileg fölépített. Mert nem lehet hazudni. Nem lehet hazudni. A következő pedig a piramis csúcsán a metodológiai, a szakmai kompetencia áll. Tehát magyarul, hogy egy vezető milyen elfogadott, milyen
hatékony, milyen vízióval rendelkezik, és ezt a víziót hogyan tudja realizálni, átadni, ez döntően, különösen az elit kis csoportoknál. És ezt elmondom fölkiáltó jellel, itt mindenki tudja, nyilván nem akarok akkor időt rabolni és unatkoztatni, hogy az elit csoportoknál a vezető tudása, módszertana és a vezetőnek a képességei dönti el az elit csoport teljesítő képes tudását. És nem lehet az ostor végén a felelősségről, nem tudunk kilépni. Magyarul 8-10-12-16 főig biztos, hogy az elit kis csoport végzésére a kutatott mérések alapján a kapcsolatrendszer, hálózati rendszer, a különböző téridő, ben való végrehajtás, mozgások minősége, stratégia minősége döntően a vezetőtől függ. És ezt nem tudjuk. Tehát amikor valaki azt mondja, ez nem én vagyok a hibás, az a csoport, akit vezetek, ez van, nem. Sajnos meg fel kell tenni a kezünket, az elit csoportok vezetői, azok a vezetők határozzák meg az ottani kvalitásokat. Ez nyilvánvaló. Befejezésül ezt a gondolatmenetet elmondva, és azért mondtam el, hogy 1982-ben a Sterbinski Amálékkal, a Vasas női csapatával az idősebbek emlékeznek, ő volt az évszázad női magyar kézilabdázója. Egy csodálatos nő, atléta, zseniális tempóérzéke, minden. Megnyertük a bajnokcsapatok Európa kupáját, a mai BL-t. Akkor az orosz válogatott volt az ellenfelünk, a Sparta Kijev, 11-szeres BL győztes, olimpiai világbajnok válogatott volt, egyetlen egy játékos volt, aki nem itt játszott Kijevbe, az orosz válogatottba, és utána a jugoszláv válogatott a Radnicki Beurádot vertük el. Na most nekem az 28-29 évesen egy olyan hihetetlen, mondhattam volna, hogy ezt nem akarom, mert fiatal vagyok. Én még nem hiszem, hogy a 30 éves nőkkel, vagy a 35 éves nőkkel akarok dolgozni. Én ezt nem tudom megvalósítani, félek ettől a feladattól. Ha én akkor azt nem vállalom el, akkor soha életemben nem állok itt önök és ti előttetek, hogy 15 világversenyt végigküzdöttem, vagy 4 olimpiát, stb. Tehát ami másik nagyon fontos egy vezetőnek, hogy a rizikóvállalása egy egészséges, rendkívül motivált beállítódás, a felelősséggel az, hogy a nagy feladatot el kell vállalni, és meg kell próbálni, főként a fiataloknak mondom, akiknek víziója van, és akinek megvan a megfelelő felelősségvállalása, és a rizikó barátsága, és ez sikerül, akkor nagyon hosszú 10 éveket tud az életében megelőzni. Mert utána már nem kellett magyarázkodni az ember, 86-ban világbajnoki döntőt játszott 33 évesen, hogy ez miért következik, hanem odaadták a fiatalok a legjobb tehetségüket, önmagukat, hogy tudjuk velük dolgozni. Mert annélkül ez nem megy. Na most a teljesítőképes tudásnak a következő faktoraként a példamutatás nagyon fontos. Tehát vezetőnek a példamutatás. Senki ne gondolja, aki itt ül, hogy nem figyelik árgus szemmel a környezete, hogy hogyan öltözködik, hogyan viselkedik, hogyan eszik, milyen parfümöt használ. Fantasztikus dolgok ezek, hiszen Németországot, mondom először, pihentetéskép, 198 centis észak-német, nagyon jó kép, kapuson volt a Finn Holpert, jó védett volna, mint ahogy kinézett, biztos jól lett volna, ezt nem adatott meg, az öccse a Jan Holpert volt, háromszoros válogatott egyébként, és ez az észak-német fiú, egy közepes NB1-es kapus volt, 30 évesen beiratkozott a Sparkasse-be, ilyen Bankkaufmann és Ausbildungra, tehát csinálja a dolgát, mint pénzügyi szakember, és reggel vittem a 4 gyereket óvodába, és kb. Hál' Istennek ott is minden 4 időbe kezdődött, hazafelé bevásároltam, jön a Finn Holpert, elegáns jeansbe, ilyen intim helyen egy-két helyen kiszakadva, akkor ez divat volt, de az össze volt varva, egy trikóba, egy jackibe, és ment be a bankba. Hó, mondom, mit csinálsz? Most kezdem, 2 éves Ausbildung, egész a vert papírokig, az értékpapírok, mindent megcsinálunk. Hú, fint mondom, 30 éves vagy, bölcs vagy, végre tanulsz, fiam. Este jövök, jön edzésre, hogy sikerült? Azt mondja, hú, ne is mondjam, majd elmondjam.
Na hát aztán másnap megfejtődött a rejtély, jött a fiatalember öltöny nyakkendőbe. Világosig, fekete cipő. Te mondom, Finn, de megváltoztál tegnap óta. Hó, azt mondja, ne is mondd, azt mondja, a dr. Gladfeldról behívatott, és azt mondta, nézze. Maga fog egy labdát, Sparkassa, én vagyok a főszponzor, 200 ezer eurót adok. Én úgy felugrok, úgy tapsolok, úgy örülök. De ha magam ma kétszer volt itt ebben az öltözetben, először meg utoljára, nem gondolja, hogy a emberek bizalmáért, pénzért ebben a ruhában be lehet ide tenni a lábát. Tehát milyen érdekes dolog két része, hogy maga a szakmának, magának a környezetnek megvan az a elvárása, hogy a külcsín, a formaságokban milyen elvárása lehet csak részt venni egy sikeres folyamatban. A másik rész, hogy az a fiatalember, aki életében nem gondolta volna, 30 évesen 12 óra alatt megváltoztatta a véleményt az ő életfilozófiájára. Ez ágába se lett volna. Másnap reggel már öltöny nyakkendőbe kihegyezve, halál elegánsan ment a mama. Ilyen egyszerű a világ. Tehát a vezetőknek és a vezetésnek van egy ilyen jellegű, nagyon fontos formai elvárási rendszere, hogy az adott tevékenységi körhöz meg kell követelni az adott tartalmat erősítő formai hátteret. Mi sokszor magyarok, hogy néha mondom hát, hogy olvasom, hogy micsoda kritikát ér, mert előírta egy vezető, hogy valaki szoknyába, nem tudom mibe, kiskabátba, elegánsan, blézerbe járjon valaki, és haláli cikkek jelennek meg. Ott nem cikkeznek, hogy erre nincs joga senkinek. Mert aki rendeli a nótát, aki fizeti, az elrendeli, hogy mit kell hozzá csinálni. Ez ilyen egyszerű. Semmi appellátor. Van appellátor, de akkor nem kell oda menni. Semmi probléma nincs. Tehát nekünk meg kell találni vezetőknek Magyarországon ezeket az arányokat, hogy jól működjen. Példamutatás. 84-ben Honvéd edzője volt a magyar bajnok, pontveszteség nélkül, egy csodálatos csapatom, velem egyidősek voltak a Kovács öcsiék, stb. Ismerik az emberek. Mi történik? Az történik, hogy a 82-es BL győzelmet, amit akkor a Honvéd megnyert, annak a utóz öngéseként a francia nagy nemzetközi tornára meghívtak bennünket, és hát a polgármester magyar zászlót azt mondta, kérem a mai napon nyugat és kelet között középre fogom kiszögezni a mai nap tiszteletére az irodámba, és hát a polgármester úr a polgármesteri borpincébe leküldött egy embert, aki egy arany ár értékben egy 30 éves pennészes, gyönyörű vörösbolt, egy nagyon szép bort fölhozatott. Na most kiosztotta mindannyiunknak, hogy nevessünk egyet, kaptunk ilyen kis kristály, talpas, gyönyörű vörösboros borat. Tábornok elvtárs, aki velünk volt, az ránézett az órára, azt mondta, fél 11, én már ilyenkor csak fröccsnek iszom. Fröccsnek. Na hát attól kezdve hoztak neki egy ilyen nagyot, elinyomták vízzel, attól kezdve a magyar csapattal francia ember nem találkozott. Jött a sofőr, elvitt bennünket. Ezek frissnek isszák a 30 éves borunkat. Többet szóba nem álltak velünk, ezt így higgyék el. Vittek a busszal, örültek, hogy játszottunk, megtapsoltunk, de a kutya nem nézett rá. Na most azóta a fröccsös tábornok nevet viseli ez az ember. Él még, nem akarom kikarikírozni. De a példamutatás, hogy mennyit rombolhat meg tehet tönkre, ez valami borzasztó fontos dolog. Tehát nagyon lényeges. A másik dolog, hogy befejezésül, amit elmondtam, hogy magának a vezetőnek retorikai képessége, szakmai kompetenciája, és ez együtt jelentkezik, ahogy a piramist megbeszéltük, a hozzávaló karizmatika, hogyan tudja az embereket munkára fogni fáradás ellenébe, hogyan tud olyan kisugárzást hozni, hogy a teljesítmény jelentősen növekedjen. A példamutatása, a belső motivációja. Az az ember, akinek nincs meg a kellő belső motivációja, az nem tudja lángba tartani, tűzbe tartani az emberek. Van még itt 10 percet, kértek el, hogy ki kell üríteni állítólag itt a mozit, mert jön a következő feladat. Egy elég komoly ember, épp most 50 éves lett minap, újra akar játszani az NBA-be, hát azt majd meglátjuk, de egy fantasztikus ember volt, ugye a levegő urának is hívták, Michael Jordan, aki sok mindent el lehetett mondani, azonban
azt, hogy az ő képességeit hogyan váltotta valóra, és hogyan kérte a vezetőkről, és ez egy nagyon érdekes dolog. Kérem, ez az ember volt az, aki a következőt mondta. Ment az edzés, patogtatták a labdát, eltelt 15-20 perc, egyszer csak azt mondja, uraim, stopp! Mindenki megretten, mi a fene van, mi baj van, megy a játék, a taktikai gyakorlat. Azt mondja, coach, baj van. Mi van, fiam? Nem folyik rólam a vér. Hát itt nincs munka. Hát ezek az emberek, akikkel én a hétvégén elmegyek szórakoztatni a 30-40-50 ezer embert, nem kényszerítenek megfelelő munkára. Az én képességeim alatt edzek, most már fél órája 50%-a szórakozunk itt egymással. Tehát mit képzeltek ti? Nagyon érdekes dolog. Nagyon kevés olyan magyar közösségben voltam, ahol azt mondja a játékos, vagy azt mondja a vezető, vagy a vezetővel agyonrangú, egyenrangú. Szóval, gyerekek, itt most már vacsolunk fél órája, ezt fejezzük be, mert nincs értelme. A vezető fölkészületlen. Elmondja az értekezletet, kezdett le a jobb szempillám, a bal szempillám, most már nem tudom a fejemet se tartani, mert ez a baromságot, amit mond, ez egy energiavámpír ez az ember. Nem, hogy energiát ad a munkához, hát ez tragédia. Hát nem, hogy motivál bennünket a munkára, ez tönkre teszi az egész napunkat. Fölkészületlen, koncentrálatlan, képtelen arra, hogy vezessen. Hát akkor ennek nincs értelme. Hát mit mondott ez a szerencsétlen? Hát az én tehetségemben ne szórakozzon senki. Én ebből meg akarok élni, én szórakoztatni akarok. Az arra van szükség, hogy a mindennapokban vér folyjon. Idézőjelve. Magyarul egymásból kikényszerítsük azt a teljesítményt, amire itt Európában, Magyarországnak szüksége van, hogy előre lépjen. Minden más az vakvágány, a középszerűségre nincs igény sehol már a világon. Sehol. Na most ez az ember akkor ott helyben megfogalmazta. Neked az a feladatod, az edző, hogy megköveteld a munkát, és ezt olyan hőfokon, ahogy mi sikeresek lehetünk. Én megköszönöm neked, ha ezt megcsinálod, mert nélküled, mint vezető nélkül, én soha nem leszek világsztár. Én nem annak születtem. Nekem megvan a tehetségem, de ezt valakinek valóra kell váltania. Ez a te munkád. Én tisztellek érte. Az edzőnek, a vezetőnek meg tisztelnie kell a környezetét, hogy olyan munkát követel meg folyamatosan, amitől mindenki, az egész közösség magasabb teljesítményre sarkal és jut. Mind a két oldal elfogadja. Volt egy nagyon híres svájci pedagógus család, úgy hívták, emlékeznek rá, vagy emlékeztek rá, hogy a Pestalozzi család, akinek ez volt a jelmondata, hogy követelek, mert tisztellek. Nem az, hogy hagy magára, meg hogy nem kell se csinálni, mert fáj, meg hogy jaj Istenem, ez most sok lesz, meg jaj, nehogy valami olyan teljesítmény nyújtsunk, ami kényelmetlen. Szó sincs róla. Szó sincs róla. Tehát nagyon-nagyon lényeges. Volt lent a hétvégén nálunk egy farsang előtti buli, gyerekeink, felsőmocsoládon a faluba, és ott jön hozzám egy német gyerek. A fiam vett egy lakást, és a feleségem fölújítja, na most a vízvetés közben átestünk a túlsó lakásba. Ez előfordul, ilyen vékony fal volt, átestek a hálószobába. Na hát, bekapogott, hogy akkor mi a helyzet. Ez a német fiú él ott, és hát a kárpotlás, hogy lebontottuk a fél falat, meghívta a hétvégére hozzánk, lejött, és akkor beszélgettünk. Te mondom, tehát te német gyerek, azt mondja, igen. Szóval mit csinált? Én nem mentem el német egyetemre. Te azt mondja, hogy reggel egy óráig megbeszéljük, hogy hogyan fogunk majd tanulni. Te azt mondja, ez borzalmas. Hát nincs követelmény. Hát álliberális az egész dolog. Hát én elmentem magániskolába, Svájcba, reggeltől estig olyan szigorúan fogtak. Azt mondja, elvégeztem, úgy kerültem be, hogy ennyi múlt, azt mondja. Visszamentem az iskolámba, számon kértem a schuldirektort, így szó szerint idézem, megkérdeztem tőle, hogy mivel foglalkoztak, amikor engemet nem tanítottak. Szóval én ott rösteltem magam. Hát azt hittem, hogy én kiváló ember vagyok. Matek, nem tudom, milyen szakos emberként oda mentem, aztán kitörölték velem a fereküket. Azt mondták, hogy maga nem ide való. Szóval ennyi parasz hajszálom volt, hogy bevettek az iskolába. Szóval én tanultam volna. Hát nem követeltek. Hát ez micsoda munka ez? Micsoda okos fiatal ember. Fantasztikus. Michael Jordan, sportpályán. Azért,
hogy elvárjuk. Hány olyan helyzetben voltam, például a Gardini a vezérigazgatója volt a menedzserem az egyik időszakban. Megyek be hozzá, nyitva van az ajtó, nem mertem belépni. Úgy kiabáltak kérem egymással, hogy azt hittem, hogy ott valami nagy baj van. Na most egy család volt, és este nézem, a gyerekek ott rohangásznak, esznek, isznak, röhögcsél. Te mondom, ne arra, hogy én délet ott voltam, nem mertem bemenni az irodába, ott üvöltöztetek egymást. Az a munka volt. Hát most meg a privát élet van, azt mondja, mi ezt szétválasztjuk. Hát ott Késhegyre megyünk, hogy jobb legyen mindenkinek. Ez meg egy egész más szféra. Itt félretettik. Nagyon érdekes dolog, és ebben nekünk nagyon sokat kell változni, hogy az, hogy olyan magyar közösségek alakuljanak ki, akik a napi tevékenységben számon kérik a másiktól azt a 100 vagy a fölötti hőfokot, hogyha nézlek, hogy dolgozzál jól, ha nem látlak, akkor valamivel jobb. Ezt a mentalitást, a belső motiváció szintjét és minőségét. Ez sorsdöntő a következő vezetésünk. Igen, nagyon jó. Gyorsan oda megyek, az egy, nézem itt az időt, mert 2,5 perc borzalom. Egy nagyon tanulságos dologra fejezném be a mai előadást, ez minden ilyen slide, egy önálló előadás anyaga nagyjából. Itt van egy fiatalember, a fiam edzője volt Flensburgban, egyéb iránt egy 167 centis ekkora emberke, aki a világ egyik legjobb irányító játékosa volt. Úgy hívják, hogy Vranyes, szerb származású, Svédországban született, kiváló fiatalember. Azt mondja, orosz-svéd döntő, 7 másodperc van hátra, döntetlen. Svédeknél van kézbe a labda. Ha hosszabbítás van, 4 méteres oroszok, 120 kilós testsúlykilogrammal több, nagy valószínűséggel a hosszabbításba elverik a svédeket. Azt mondja, az edző időt kér, azt mondja, hogy 7 másodperc van, gyertek ide. Oda megy hozzá a csapat, 1 perce van. Fiam, te mondod a taktikát. Azt mondja, én? Hát te vagy az edző, magában gondolja, gatyája telet. Én mondjam az egész 7 másodperc, ezen dől el a világ. Fiam, te mondod a taktikát. Mondja, hogy a dupla magyar balra. Ezt mi találtuk ki, ezt a taktikai elemet? Keresztmozgás, irányító, szélső, másik szélső, szélső. Nagyon hosszú. Elmondja, hogy játsszuk a dupla magyart balra. Következő a helyzet, fölállnak rá. Motiváció, megcsináljuk. Hajrá, Svédország, visszamennek. Mi történik? Föláll rá a beállós, föladja a labdát, elindul a zseniális Löfgren nevű átlövőjük, és esze ágában nincs. Se keresztet indít el a túlsó sarokkal. Fölugrik 11 méterről, 1 méter ugrik, kapufát lő. Kipattan a labda, és a hátrafelé forduló kapus befejeli. Gól, világbajnok Svédország. Tanulság. Utána örülünk. Az edző időt kér, és delegálja a feladatot. Figyeljetek, én ott ugrálok a cserepadon, mint a hülye mocsa is, de nem tud gólt lenni, nincs nála labda. Nem tud. Mondani mondhat bármit, de krízis helyzet van, nem tud gólt lenni. 2. Az irányító játékosnak odaadja, hogy mondja, hogy mi legyen. Dupla magyar. Hülyeséget mond? Kiderül a sajtókonferencia, hogy nagyon nagy butaságot mondott a gyerek. Igen ám. De a dupla magyarral a terminus technicus, tehát a retorikának a minősége perfekt, mert mindenki tudta, hogy a 11.000-szel a dupla magyarra hajtják végre ezt a taktikai elvet. Az edző elkezdett volna magyarázni, hogy te egy mélységi elzárás mellett kezdjél egy keresztmozgást, hozd a jobb szélsőt, az majd hozza abba, mit beszélsz, hát itt dobog a szívem, 7 másodperc, azt sem értem, hogy mit mond. Dupla magyar, mindenki tudta. Magyarul azt a terminológiát váltotta valóra, mivel mindenki tudta a legzavarosabb, legnagyobb nyomásat, hogy mit kell csinálni. Még a hülyeség is volt. És jött a zseni, mindenkit fölülbírált.
azon a helyen, ott, ahol dönteni kellett, és a siker megszületett, adjátok ide a felelősséget. A dupla magyart nem lehet lejátszani, mert keresztbe futunk, ez a hatalmas orosz fal agyon itt bennünket, még egy szabaddobás vége az időnek, nincs értelme. Add ide, fölugrott 11-12 méter, megpróbálom belő, és belőtt, és világbajnok Svédország. Tehát azon a szinten, ahol mi delegáltuk a feladatot, volt olyan emberünk, aki zseniálisan döntött és nyert. Tehát magyarul óriási tanulsága az egésznek, hiszen az lett belőle, hogy azt a feladatot delegáltuk, amit azt hiszük sokszor, hogy nekünk kell megcsinálni, hogy minden nekünk kell ellenőrizni, hogy minden feladat a vezetői, hogy megtalált azt a stábot, akik azonos nyelven beszélnek, és mindent tudnak azon a helyen, értenek, és ebben is van egy olyan ember, még egy kontroll, aki tudta, hogy a kettő közül az a jó, amit a zseni akar. Ez nagyon-nagyon lényeges tanulság, és az e-sportban pillanatokon belül van. Na most, benne van. Ezek után én magam is az egyetemen tanítva, nem mondom, hogy a végjátékról íratok 5 szakdolgozatot, vagy 3-at írattam, ilyen vaskosak. Hát kiderül, a következő kérem, hogy a vezető akkor jár el jól, hogy ebben az időszakban a legtapasztaltabb játékosok, a legjobb fizikai képességű játékosok, és az a játékos, akinek a rizikóberátság, a rizikóvállalása a legegészségesebben adekvált a helyzetet. Ezek tudtak nyerni. Nem azok, amikor az edző elkezdett rajzolni, a varázslatos taktikájában sose valósulnak meg. Csak 15-ből egy azt akkor, hogy na, ezt én mondtam. Mint a Karinti, mikor ugye nem találja el órákig a céltáblát, hát így lőttök ti. Na, azt egyszer véletlenül, hát, na ez majd így lövök én. Tehát ez nem így működik, hanem ez a fantasztikus, hogy az a törvényszerűség az egészben. Tehát befejezésül ezt kell mondanom, hogy a felelősség, vállalás és megvalósításnak ez a folyamata.